Üdvözlök mindenkit! Itt az ajtónak a pántjánál mindig ott marad a gané, és a dzsuva, meg ez a zsíros vacak, ami az ajtónak a pántjánál van, és hiába mossuk le az autót, nagyon-nagyon ritkán lehet olyat látni, hogy ez szépen ki van takarítva, és most én megpróbálom. Erről beszélek itt, erről a ganéról, ami ott van bent, mindenütt, ott lent is. És mivel ez ilyen olajos, zsíros, koszos lerakódás, ezért megpróbálom úgy letakarítani, hogy ne mossam ki belőle a zsírt. Megpróbálom, hogy mit csinál a WD-40, mivel a WD-40-nek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy rettenetesen jól tisztítja a zsíros felületeket. Lehetne ezt amúgy sterimóval, meg ilyen gőzölő készülékkel itt tisztogatni, csak az a baj, hogy innen az ember a pántból kimossa a zsírt, főleg sterimóval, mert ügyesen amúgy le lehet azt úgy csapatni, hogy ne legyen a kocsinak a belseje tiszta gané, de meg ilyen hideg zsíroldóval, meg ilyenek, de az a baj, hogy ha sikerül nagy nyomással kimosni belőle a zsírt, és nagyon sok autónál nem lehet újra zsírozni, ennél szerintem igen, majd mindjárt megnézzük, levesszük a kupakot, szerintem ott lehet benyomni zsírt. Úgyhogy sokszor az ember több kárt okoz, mint hasznot, mert utána jön az, hogy a sofőr ajtónál, mondjuk ez nem pont a sofőr ajtó, hanem a sofőr mögötti, hogy a sofőr ajtónál kikopnak a pántok, és utána elkezd lötyögni, meg valamikor az ajtó elkezd nyekeregni. Nem is tudom, hogy nyekerege most. Ez most pont nem nyekereg. Na, most jól viselkednek. Valamikor olyan nyekergéssel vannak. A Sebringi, azt hiszem, az valamelyik nyekereg. Itt az ajtó határoló egy kicsit. Úgyhogy az a lényeg, hogy megpróbálom megtisztítani. Úgyhogy az én szememnek tetszedjen. Meg hát úgyis ráérek. Úgyhogy kipróbálom a WD-40-et, hogy mennyire jó rá. Meg ecset, meg rongyok. Mikor fiatal kölyök voltam, akkor dolgoztam autómosóba, és ott amúgy ezeket nagyon szépen ki lehetett takarítani, de újra zsírozni senki nem zsírozta újra, hát utána majd szépen kikopik a pánt, az kész annyi, de tükör tiszta volt, úgyhogy szépen ki tudtuk takarítani, de most megpróbálok egy olyan lehetőséget, ami eleve egy kicsit egy kis kenő hatása van, nem sok, de akkor se forró vízzel, ami utána meg nagyon-nagyon korodálja belül a csapokat, mert ott bent persze megáll a víz, és akkor utána meg rohad. Rozsdásodik, nyekereg, utána kikopik, lötyög az ajtó. Nem is tudom, hogy az Opelnek az ajtója mozog-e. Így az ember megemeli itt az ajtónak a végét, és érzik, hogy egy ajtó ki van kopva, de ez még nem. Ennek a pántja még jó. Bár lehet látni, hogy úszik a zsírba a pánt, úgyhogy valószínű, hogy azért nem kopott ki. Pedig itt a 200 ezer kilométer fölött azért már ki szoktak kopni, amelyiket rendszeresen takarítják és kimossák belőle az összes zsírt. Azokkal szokott gond lenni. Azok hamar kikopnak. Na, hát először is csak így WD-40-nel befújkálom. Jó. És utána ecsettel szépen elkezdem itt a koszt rajta lazítani föl. Ami egész jól megy, milyen gyönyörűen oldja. És utána, ha ezzel végeztem, akkor meg egyszerűen rongyal letörlöm.
Na és most, hogy így átdörzsöltem, utána jön a rongyal való törölgetés. És megnézzük, hogy mit csináltunk. Meglepően gyorsan lehet vele haladni. Amúgy pillanatok alatt megvan egy oldal. Van még itt ez a kupak. Ezt itt, ha lehúzom, akkor ott van a pánt. És most ott áll benne nekem a VD40. Így szépen áttörlöm. És gyönyörűen oldja. Erre számítottam amúgy. Hogy ezzel itt nem lesz ilyen gond, hogy nem oldja föl. És itt nekem, itt alulról gyönyörűen fecskendővel fel tudom nyomni a zsírt. Persze most nincs nálam, de majd fogok. Van fecskendőm is. Úgyhogy szépen újra zsírozom, és annyi. És hogy teljes munkát végezzünk, hátul kinyitjuk az ajtót, és a másik oldalt is megcsináljuk. Mert itt még mindig koszos. Itt a pánt mögött feltolom a rongyot, és így oda-vissza húzogatva a pánt mögött szépen ki tudom takarítani. Itt még egyszer kell egy kicsit, mert ott még koszos. Azért így mennyivel szebb a látvány. És komolyan megvolt 5 perc alatt. Mert a VD40 az úgy oldja a zsírt, hogy mintha komolyan, mintha muszáj lenne neki. Nem is tudom, hogy mivel kezdenék hozzá enélkül, hogy nincs VD40-en, mert valami ilyen fék tisztítóval, meg ilyenek, tényleg innen kimosom az összes zsírt. Innen kimosom az összes zsírt, és utána meg csak rozsdásodik. Meg kikopik a pánt. Így meg legalább gyönyörűen le tudtam takarítani, és szép is lett. VD40-nek van egy olyan előnye, hogy hát a korróziógátló, 1, 2, gyönyörűen mossa a zsírt, 3, meg az, hogy egy idő után elillik, ilyen illékony anyag igazából, szóval ez, ha valamit befújunk VD40-nál, nem kell úgy gondolni rá, hogy az 20 év múlva is ott lesz, nem lesz ott. Úgyhogy nem sokáig tart, de addig, amíg tart, addig gyönyörűen tud mondjuk például kenni is, ilyen finomabb dolgokat, mint zárak, meg ilyenek, de a zárakra ott van például zárolaj. Ha már így az autózárak, akkor igazából fegyverolaj. Az a jó az autózárakhoz. Az rettentesen jó itt a mínusz 20-30 fokba. Itt a fegyverolaj vált be, mert az a legjobb, azt tartja a legjobban. Lehet venni a zárolajat is, de valahogy az nem bírja olyan sokáig. Az valószínű, hogy kicsit hígabb, vagy sűrűbb, vagy nem tudom, de a fegyverolaj a király. Ilyen kis, ennél kisebb kis tubusba lehet kapni amúgy. És fantasztikusan működik, télen nem fagy be az ár. Közben itt 15 perc alatt végeztem az összes ajtóval. Mindegyik ki van takarítva, úgyhogy most már egy kicsit gusztusosabb az autó. Na hát most már csak a Sebring jön, de hát a Sebring fekete, a fekete mocsok nem látszik annyira, úgyhogy szinte abszolút nem lehet látni, hogy mennyire koszos, pedig az is koszos, úgyhogy azt is majd letakarítom. Meg hát most igazából azért jöttem ki, hogy a kompresszort megnézzem, hogy milyen kompresszor való bele, mert hát lassan jön a tavasz, úgyhogy meg kéne csinálni a klímát. Úgyhogy hát most arra ránézek, utána meg rendelgetek, vagy nem tudom, mit csinálok, hogy lövésem sincs amúgy, honnan rendelek. Miért? Mikor? Merre? Semmit nem tudok. Meg hűtőt kéne belerendelni, meg a szárítót, meg mindent. Mindent, és utána a szomszédom, ott az az autóval, a szomszédom az klímás, úgyhogy majd szerintem majd megkérem, hogy szívja le a gázt nekem, és utána meg tudom bontani. Meg, ha már lebontom a csövet, akkor tudok könnyebben vezérlést cserélni. Na, jó van.
Szevasztok, remélem, hogy tudtam segíteni egy kicsit ezzel a praktikával, amit hát így most így reggel találtam ki, hogy lehet VD40-nel kéne, és akkor lehet, hogy jobb, és hát nagyon hamar végeztem vele, úgyhogy nekem bejött, most már így fogom csinálni. Szevasztok!